idősek is tudnak alkotni, mégpedig értéket alkotni. Ezekkel a szavakkal kezdődött a Csipke Csodák című kiállítás megnyitója. Szabóni Csiszár Gabriella kiemelte, hogy a Nyugdíjas Szövetség tagjai épp oly aktívak közösségük tagjaiként, mint a horgolásban, a csipkekészítésben. A kiállítások közti idő alatt pedig folyamatosan készülnek az újabb darabok. Így nem lehetett látni, minden évben, illetve minden második évben szervezünk kézimunkakiállítást, illetve horgolásról csipke kiállítást, és mindig más alkotásokat hoznak be, tehát soha nem hozzák vissza a következő évbe azt, ami az első alkalommal megvolt. Az első horgolt csipkéket bemutató kiállítást még 10 évvel ezelőtt szervezték meg, aminek akkor a megyei könyvtár adott helyet. A kezdeményezés ezt követően a Váci Mihály Kulturális Központban talált otthonra, és vált az intézmény egyik leglátogatottabb kiállításává az évek alatt. Az idei kiállításra 27 alkotó hozta el összesen 314 munkáját. Ide lett hozva 26 darab, de otthon nagyon sok van, mivel én minden egyes nap horgolok, és a csipkézésnek a mindenféle fajtáját művelem, villahorgolás, zsinórcsipke, filett horgolás, neccelés, és a tárlóba pedig van a rece. És ezeket mindet el tudom készíteni, illetve el is hoztam bemutatni a közönségnek. A napkori Szilágyiné Ilona azt a terítőt is elhozta otthonából erre a kiállításra, amelyet még 50 évvel ezelőtt készített. Annak idején, több mint 60 évvel ezelőtt az általános iskolába, nekünk még politechnika órán ez volt a feladat, kötés-horgolás. Nekem ez maradt meg, mert hamarabb látom a munka eredményét, ahogy készítem, tehát a kötés nekem nehezebb, a horgolás könnyebb, és ezért amilyen lehetőségek vannak, információt beszerezni, azokat mind beszereztem, nyilván a fürgőolyak könyvekből, újságokból, ma meg már az internetről mindent, és mindent meg el lehet készíteni. Azt tanácsolják a hölgyek, hogy ha elkezdünk egy darabot horgolni, az célszerű néhány napon belül befejezni, mivel a félbehagyott munkán a szemek könnyen elcsúszhatnak. A horgolás, mint alkotó munka, a szépkorúak számára kiemelten hasznos elfoglaltságot jelent. Gondolkodás sokat jelent. Feledékenységet azért szerintem kiszűri, és jó agykontroll mellesleg, és vannak sok dolgok, amit már teljesen fejből csinálok, tehát nem kell előszedni a mintát, mert visszaemlékszem rá. A kiállítás szeptember 25-éig látogatható a Váci Mihály Kulturális Központ első emeleti kiállító terében.